Nagy Bogi a Maradok című dalával került be a dal 30 legjobb produkciója közé. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, Bogi. Én köszönöm a meghívást. Hát fura ezt mondani így az életkorodra való tekintet, hogy de már rutinos dalversenyző vagy. Ilyenkor izgalom még van a fellépés előtt. Azt mondják, hogy nem is érdemes akkor csinálni, nem, hogyha már nincs egy kicsit drukk az emberben. De azért izgulás szokott lenni, vagy hát nem is olyan izgulás, inkább drukk az ilyen nagyobb projektek előtt. Mindig, amikor színpadra lépek, ma már bementem a próbára, és már ott volt ez a szívdobogás, és tudom, hogy ez szombaton még durvább lesz. Egyébként téged tuningol ez a fajta izgalom, vagy inkább én itt? Tehát az ellen kell küzdened, hogy ezt kicsit lejjebb told, és azt mondja, nem kell annyira izgulni, vagy pont, hogy felspanold magad, hogy olyan állapotban legyél, hogy... Szerintem inkább tuningol, segít valamennyire, de tényleg nagyon tudok izgulni, amikor azt érzem, hogy nagyon dobog a szívem. Karamellel közösen, hát illetve Karamell írt a dalt is, igen, és ő szerezte a szöveget, akár csak a múltkori, a tavalyi dalodat. Ez a Maradok, én meg elolvastam többször a szöveget, és ott meghallgattam a dal oldalán a számot, de most képzült el hozzá a klip, igen, így teljes, és kerek az egész. Te ötleted volt a klip? Nem teljesen, ugye Kettner Harry youtuberrel dolgoztunk együtt, és Vince Gáborral, és együtt találtuk ki az ötletet. Igazából mi barátok vagyunk, és csak átmentünk, beszélgettünk, és megbeszéltük, hogy csináljunk egy klippet együtt. És kitaláltuk ott a hálószobájában az ötletet, és így elkezdtünk beszélgetni róla. Ugye ez így kezd a szalon, vagy a címek, szalagcímek, hogy ott átmentetek, és hálószobában beszélgettetek. De erből a beszélgetésből, nyilvánvaló, tehát ebből a beszélgetésből azért, amit lehet, azt árulj el, Léci, hogy a klip az hogy született meg, tehát mik voltak azok a kulcsszavak, vagy azok a motivumok, ami mentén el tudtatok indulni, és végül ez a klip készült a dalhoz. Hát ugye elég szövegcentrikus ez a dal, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon fontos kulcsszavak vannak benne, és minél több mindent akartunk kiemelni, de végül így egységében, hogyha megnézzük a klipet, igazából egy nagyon egyszerű történetű klip van, ugye kettő idős ember szerepel benne, akik gyönyörűek, és szerintem teljesen elviszik az egész történetet, és azt akartuk megjeleníteni, hogy minél, tehát az a igazi önfelett boldogság jelenjen meg, amilyeneknek kéne lennünk a hétköznapokban, és szerintem ez sikerült átadni a két színművésznek, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, hogy eljöttek. Hogy is van a szöveg, hogyha nem, tehát nem olyan rossz a világ, de hogyha elromlik az, ami hibánk, igen, valahogy. Nem mindig rossz a világ, de ha elromlik, az, ami hibánk. Az, ami hibánk. Ezt te így gondolod? Hogy... Ez egy zseniális mondat. Tehát én ezt nem tudom, hogy Karamell hogy találtak ki, de ez fantasztikus ez a két sor. Igen, nem véletlen, hogy valószínűleg az én fejemben is ez ragadt meg. Hát igen. És számodra a két idős embernek ez a szeretetes együtt léte a klipben, ez mit jelent, vagy hogyan kapcsolódik a dalszöveghez? Eredetileg amúgy ők nem ismerték egymást, vagy hát találkoztak, de tényleg nem ismerték egymást, és a szöveghez kapcsolódik úgy a boldogságuk, hogy ugye benne van a szövegben, ha elromlik az, ami hibánk, de ott mégis azt mutatjuk meg, hogy milyen lenne, hogyha minden rendben lenne. Nekem teljesen ez jön át úgy a klipből. Kiindulva a tavalyi dalos szereplésedből, mi az, amit közben lehet és kell variálni mondjuk egy dalon? Tehát itt van az első szombat, akkor elénekled a dalt, nyilván ott véleményezik, te is érzed azt, hogy sikerült beszélgetsz Karamellel, és hogy milyen volt. Akkor még lehet itt a
6 hét alatt, hogyha ugye olyan szerencsés az ember, hogy eljut a végéig, vagy szerencsés, hát olyan jó az ember, hogy eljut a végéig, még valamit változtatni, vagy másképpen csinálni? Szerintem nagyon fontos az, hogy tényleg minden adásban, hogyha tényleg eljut addig az ember, hogy tovább jusson és tovább jusson, minél többet beleadni a produkcióba. Ugye már az elején is a maximumot kell kihozni, de folyamatosan fejleszteni kell az embernek magát. Tehát tavaly nekem nagyon nagy segítség volt, hogy a döntő előtt Karamellel csináltunk, vagy ő adott nekem egy énekórát, úgymond. Azt láttuk, és arról készült egy videó. És nagyon szeretném, hogyha esetleg idén is eljutnék addig, hogy kicsit korrepetáljon, mert tényleg olyan tanácsokat tud adni, és tényleg remélem, hogy egyszer eljutok arra a szintre, hogy majd én tudok másoknak ilyen tanácsokat mondani, megadni. Mi az, amiben fejlődött, alakult a zeneiséged, vagy a zenéről alkotott képed ebben az elmúlt egy évben, ami nem egy olyan hosszú idő, de hát azért folyamatosan érik az ember. Szerintem egyre jobban alakul ki a saját véleményem, a saját stílusom. Ugye próbáltunk ebbe a dalba is belecsempészni egy ilyen ózós, hűzős részt, ami tavaly a Holnapban is volt, mert szeretném ezt a hangzásvilágot a saját magaménak tudni, hogy igenis az abban a néhány ózós részben ott felszabadulva énekelhetek, és felszabadul a hangom. A saját hangzásvilágod az mostanában, jól tudom, a jazz felé kacsingat. Gyakorolgattok az iskolában. És milyen? Hát amúgy én szeretem, viszont én inkább a popban vagyok otthon, tehát én abban tevékenykedem, de az iskolában ezt tanuljuk. Na, azt a ilyen nagybácsis vagy öregapós kérdést megspórolom, hogy és az iskolával hogyan lehet összeegyeztetni a dal, hát biztos annyi energiád van még, hogy szerintem jut mindkettőre, úgyhogy inkább azt mondom, hogy szurkolunk neked. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.